Hellóztok, sziasztok, üdvözlök ismételten mindenkit egy gameplay videóban. Ebben a mai videóban ismételten a Love Mowing Simulatorra fogunk játszani. Mivel elértük azt a megtekintési számot, amire azt mondtam, hogy jó, akkor legyen következő rész, mert eléggé sok érdeklődés volt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor játszunk vele még egyszer, próbáljunk meg minél több pályát, vagy hát megpróbálok minél több pályát bemutatni, hogy kicsit izgalmasabb legyen, mint az előző. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, szerintem kezdjünk is bele. Azon gondolkodtam, hogy nem lehet valahol karaktert változtatni, mert én nem... Azóta nem játszottam ezzel a játékkal, mióta... Úgymond az előző végig, vagy hát az előző izé volt videó. Úgyhogy körbenézek, hogy... Karakter. Azt nem lehet beállítani? Mert nem tudom, észrevettem azt, hogy az előző videóban én egy csaj karakterre voltam, mert nem figyeltem amúgy, hogy hátul van egy kis Sofia amúgy. Egyelőre nem találok olyat, hogy karakterváltoztatás, na mindegy. Akkor lehet, hogy kezdenünk kéne egy új profilt. Na most ide hiába jövök be, mert nincs itt semmi. Ugye ez csak itt, csak ezzel tudok foglalkozni egyelőre. Nem tudom, nem tudok valahol profilt változtatni, de most tényleg. Store, karrier. De karrierbe lehet elvileg karaktert változtatni, várjatok. Hát ez nagyszerű. Így kezdjük az a mai nap premierjét, hogy bár 3 perc azzal hülyéskedünk, hogy nem tudok karaktert váltani. Pedig nagyon szerettem volna. Ugye most itt csak ki tudom választani, ez most okés, csak hogy... Ó! Négy itt ki tudom választani, hogy milyen fűnyíróm legyen, de hát jó van, nekem nem az kell. Nekem a karakter kell. Na mindegy. Hát jó, hát akkor folytassuk ezzel a pályával a Garden Kingsbury House-zal. Itt is ugyanúgy majd értem, tehát akkor ugye 99,5%-ban kell lenyírni, ez ugye már kicsivel nehezebb, mint az előző, mert ugye ott csak 99%-ot kellett teljesíteni. Jó, 6 és 7 cm között, és ajánlott idő kb. Egy olyan fél óra alatt meg lehet csinálni. Hát azt szerintem az annyi bőven elég is lesz nekünk, úgyhogy vágjunk is bele. Ekközben nem váltott... Már megint ugyan... Várjatok, srácok, szerintem itt már voltunk. Legalábbis én úgy emlékszek rá, hogy itt már voltunk. Ez az a ház, ahol az előbb voltunk, ott is ugyanúgy izé körbe volt a ház, meg nem tudom... Ja, nem, ja, lehet, hogy most ennek a háznak a kertje lesz most. Majd összekeverem egy másik pályával. Na mindegy. Hát ugye elég szép pálya ez. Ja, M-t kell nyomni. Á, igen, nagyszerű. Hoppá, elfejtettem bekapcsolni a vészinket, semmi gond, nem érdekes. Várjatok. Pedig be van kapcsolva a vészink. Ja, de hülye vagyok. Jó, mindegy. Hát szálljunk be. Nem a... Jó, indítsuk el. Ugye 6 és 7 cm között kell... levágni a füvet. Hát akkor, amely itt ét kell lenyomni. Na, már meg is indultunk neki. És a 6 és 7 cent, jó, hát akkor mi vágjuk 6-tal, és akkor Y. Na hát akkor álljunk neki. De megindult ez a fűnyíró. Wow.
Wow. Azt a. Azaz. Szerintem most menjünk körbe amúgy. Nekem az úgy taktikusabbnak tűnik amúgy. Nem baj, itt a bozótba is végig megyünk. Aztán majd utána, tudjátok, mint az előző videóban, ugyanúgy jövök a izével. A fűnyíró izével, kis kaszával, és akkor... és akkor úgy... majd le lesz nyírva az egész. Elpusztítottam egy izét? Hát adjad már! Hát hozzá se értem. Újt itt izélni kell. Meg kell fordulnunk. Újúj. Nagyon jó. De kenjük a füvet neki. Az a gond, hogy már megint lesznek így csíkok, és azokat nem fogom majd megint izé. Észrevenni majd. Na mindegy. Azaz. Jézus Isten! Jó, erről ne beszéljünk, és akkor mindenkinek jó lesz. Azt csak mindig rengeteg kell belőle, hát ez hihetetlen. Nem baj. Mivel azt mondtam az előző videóban, hogy ez tipikus egy ilyen pihenős játék, hogy így hazajesz melóból, és akkor izé. Vagy bárhonnan, és akkor így leülsz a géppel, és akkor nyírod a füvet. Úristen, mennyire chilles, meg ilyesmi, úgyhogy most ráérünk. Amúgy ebből a játékból amúgy el tudnék képzelni egy ilyen, egy olyan részleget is, amikor így el kéne szállítani a füvet. Tehát, hogy tudjátok, mint a Farming Simulatorban, hogy így izé föl... Föltakarítjuk a gyepet, ugye, amit összekevert ez a gép, ugye. És akkor azt elvisszük itt egy állatoknak, vagy valami, de csak ilyen script, ilyen cutscene jellegűleg. Ó! Tele van a gas collectorom. Az igen! Tele van a gas collector, wow! Ilyen se volt még a musrácok. És hova kell lerakni? Jó, de. Ott jelzi zöld, de azt észre se vettem. Hogy? Ennyi. Kisburítottuk az egészet. Na mindegy. Hát jó. Akkor nyírjuk tovább. Lehet, hogy úgy kéne csinálni, hogy egyszerre csak a... egy... ugye itt el van választva ez a macska köves úttal, akkor lehet, hogy először csak ezt a részét kéne megcsinálni. Úgy basszus, amúgy ez a játék amúgy tényleg frankon szép van. Amúgy eléggé szép ez a játék amúgy, de most tényleg. Jó, hát eléggé blúros, meg blúmos, meg mit tudom én, de hát most figyeljetek, így jó. Így jó ez a játék, figyeljetek. Próbálom nem lekeszállni az összes virágot amúgy, mert azért most nem tudom, hogy pénzlevonás van, vagy csak nem tudom.
Fine Incure, az mit jelent, hogy izé elnézve, vagy micsoda? Azt hiszem, az valami olyasmit jelent. Nem baj. Elnézzük, hogy a kertünknek a 90%-át izé lenyírtad, kezdve a virágokkal, de elnézzük. Csak az a lényeg, hogy a gyep legyen lenyírva, mert mindenkit idegesít, mi? A mai emberek, te. Hihetetlen. Amúgy hol mutatja, hogy tele a tank amúgy? Ja, ott, ahol van az a kukajel a sebesség fölött jobbra. Ja, értem. Jó, rendben. Akkor ez így jó, hogy le. Jók leszünk így. Itt hátul még maradt egy kicsi, ezt akkor ezt egybe lenyírom akkor. De hogy lehet kenni neki már, amúgy ezt tök bírom. Tolassunk. Vagy. Nagyon jó. Hogy be Jacksonoztuk, nagyon jó. Oké. Okay. Megint lenyessem a virágokat. Amúgy nem. Kikerüljük. Mi jó fűnyíró. Hoppá! What? You have managed to damage the ground and destroy some of grass. Ground damage is caused by turning your weight at the full lock of your extended periods of time. Ground damage will earn your penalties and fines, with some locations finding higher amounts than others. What? Damage ground? Tessék! Damage ground? Azt úgy hogy érted? Milyen damage ground? Hol? Hol van damage ground? Mutass rá! Hol téptem ki füvet? Mutass rá, légy szíves! Nem hiszem el, srácok. Ez a játék, ez kész katasztrófa. Bruh. Megint egy tehén a háttérből megszólalt, semmi gond. Ez általában valahogy így szokott lenni. Na mindegy. Amúgy a játékban volt. Kapcsoljuk csak be az engine-t, azt folytassuk, mert itt aztán dolgozni kell ezerrel. Na, nyomjuk neki. Damage at ground, ezt nem értem. Még be lehet állítani a tempomatot valahol? Akkor azt valaki mutassa már meg nekem, vagy írja le kommentbe, létszik, köszönöm. Ne az élő csevegésbe írja le, mert ezt, hogyha YouTube nekem itt bebuggol, akkor nem fogom tudni visszanézni, azt elfelejtem. Úgyhogy inkább kommentbe írjátok le, létszik, köszi. Na. A stopper óra szerint már 14 percen nyírjuk a füvet, úgyhogy az már szerintem jó is. Jaj, ne, megint le fogom nyírni a földet, hát nem hiszem el. Damage ground, ezt még mindig nem értem amúgy. De basszus, hát nem kéne az út közepére kirakni a virágokat, aztán nem kéne itt izélni, azzal szarozni. Megint ground damage. De hol? Milyen ground damage? Hol? Ja, ezt mondod, ezeket a sötétebb barnákat? Esetleg. Lehet, hogy ezek a sötétebb barnák itt amúgy. De hát akkor itt nincsen, akkor ez miért lenne sötétebb barna? Na mindegy. Nyírjuk tovább a füvet, mert még holnap se leszünk készen. A fele már majdnem megvan. Elég blúros egy játék, ezt meg kell hagyni. Blum, 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 blum. Az a gond, hogy blumot akarok mondani, azt mindig blurt mondok helyette, tök furcsa amúgy. Lehet, hogy ezzel csak én vagyok így. Na, mindjárt megvan a fele amúgy. Jó, de ez mennyire jó lesz izé botkaszával végig kenni neki, basszus, mikor izé akkora terület ez, mint az állat, és a 99,5%-a kell, hát ez... Hát ez hülyeség. Na mindegy,
Azt a... várjatok, kicsit lassú az egér. Nem szoktam még hozzá. Most játszok vele másodjára ennek a játék... ezzel a játékkal most játszok másodjára. Na. Na, talán ez a része le van nyílva már, nem? Legalábbis nekem ránézésre úgy tűnik. Hát akkor szerintem menjünk tovább, és akkor a... elvileg ez 30 perc alatt ezt meg lehet csinálni, úgyhogy... és 12 perc alatt már megcsináltuk a felét, akkor szerintem a maradék 18 percben szerintem ezzel fogunk foglalkozni akkor. Hogy... hát itt megcsináljuk a maradék 50%-ot. Mert egy kicsit több időbe fog telni, mert ugye még le kell botkaszázni majd a végén. Na mindegy. Jó lesz ez. De basszus, amúgy ezt a játékot tényleg inkább live-olni érdemes. Meg inkább izé. Mert így, most így tök jó lenne így olvasni közben a chatet meg minden amúgy. Csak hát mivel ugye úgy jön és senki. Most én hova olvassak livestreambe chatet? Tehát most az a gond, hogy én így nem fogok izét csinálni. Live-ot. Amúgy tudom, hogy ez csak részletkérdése, de nem kéne koszolódni a keréknek amúgy. Hát már... vagy hogyha nem is koszolódni, akkor legalább csak füves. Érted? Megint megszólalt egy tehén. De basszus, nem farmon vagyunk, vagy igen, ott vagyunk. Valaki, aki szakértője ennek a Lab Mowing Simulatornek, akkor valaki mondja már meg. De szerintem nem farmon vagyunk amúgy. Megint megtelt a fele ennek a gépnek, úgyhogy lehet, hogy már mindjárt üríteni kell. Nincsen belső nézete ennek a játék... Ez egy ProView. Azt a... nagyon mindegy. Na már megvan a 60%-a, ez már pozitív dolog. Az igen, na mindegy. Nem tudom, amúgy lehet, hogy ilyenkor mindig ilyen témákkal kéne készülnöm, mikor ilyen Lab Mowing Simulator-t nyomunk. Vagy valaki csak a hangra érdekel, azért ezt is döntsük el azért. Tehát, hogyha valaki csak a hang érdekli, akkor szóljon, és akkor kevesebbet beszélek, csak akkor... viszont, hogyha azt jobban preferáljátok, hogy én is izé beszélek, akkor itt hozok témákat, és akkor így tudunk beszélgetni, de most... az az igazság, nem készültem. Csak egy... csak arra gondoltam, hogy mondom, mivel... kedvem támadtam úgy ezzel játszani, és csak azért jöttem. Tehát így... na mindegy. 70%-a már megvan. Ez elég gyors lesz amúgy. Amúgy elvileg, hogyha letelik a 30 perc, akkor is automatán befejeződik. Még hogyha nem is csináltad meg az egészet. Elvileg. Na mindegy, hát 15 és fél perce, stopper óra szerint 20 perce már megy a videó, meg maga az egész játék. Hát nem tudom, itt mi lesz amúgy. Most nem tudom, így gondolkozok azon, hogy miről lehetne beszélni. Na akkor ez most ilyen beszélgetős izé premier lesz, na. Vagy mit tudom én, mondjuk... jó, mondjuk ez úgyis adja magát, de mit tudom én, mondjuk...
Mondjatok olyan játékokat, amivel játszak, vagy nem tudom, most hiába alapozódik a csatornám animére. Most attól még nem azt jelenti, hogy én csak animével fogok foglalkozni. Azért próbálok minden témába belekapni, mivel ugye a gameplay számomra egyszerűen az a legegyszerűbb dolog, amit tudok készíteni, mert csak bemegyek egy játékba, azt tolom neki, meg ebben jó vagyok. Az anime meg csak olyan, hogy elő kell vennem azt az adott részt, aztán meg kell szerkesztenem, meg mit én zenét vágok alá, ja, tudjátok, AMV, meg GMV, meg stb. Hát... nem tudom. Figyelj, döntsétek el, hogy most nektek mi a jobb, mert... mondjuk most én itt csinálom nektek a gameplayeket, aztán inkább animét szeretnétek tőlem nézni, mit én mondjuk AMV-ket, akkor mondjátok, vagy írjátok meg, mert... most én itt akkor nem csinálom fölöslegesen a gameplayeket. Aztán mikor azt mondjátok, hogy na, akkor jöhet, mit én mondjuk egy gameplay hétvége legyen, akkor mit tudom én, akkor kenünk neki, mit én, Off Guard Zentives, mert azon is amúgy eléggé sok megtekintés van. Tehát... például az Off Guard Zentives-en mindenféleképpen szeretnék egy második részt, nem csak azért, mert összegyűlt az adott megtekintés arra is, mert ugye ott a célom, ott amúgy a 40 megtekintés volt amúgy frankon azon is. És mivel összegyűjt, hát akkor jól van, mondom, akkor abból is, majd hogyha ráérek, akkor csinálok egy második részt. Hát, ja, meg még nem tudom, lehet, hogy be fogok dobni újabb fajta videókat is, mert most töltöttem le játékokat, amik így megvoltak, aztán most mindegyikből szeretnék majd ilyen teszt videókat csinálni, meg ilyen gameplayeket, mikor majd jobban összeáll a helyzet, mert ugye most ugye hetente csinálok videókat, meg hát YouTube shortot is, már amennyire, és ugye kiesek belőle, hogy nem tudom, így abból a rutinból kiesek, mint ami például nyáron volt, hogy így ugye minden nap, szinte majdnem minden nap nyomtam a videózást, meg ilyesmi gameplay, és akkor mit én két naponta raktam fel, és akkor ugye megvolt az a ritmus, hogy akkor na, akkor nyomjuk neki, meg ilyesmi. Csak most, hogy így megérkezett az iskola, így az az igazság, hogy így konkrétan heteket, meg nem tudom, két heteket hagyok ki a videózásokkal, inkább jobban shortokat csinálok, meg amivel kevesebb időt kell hülyéskedni. Tehát itt én mondjuk AMV meg GMV-vel szintén úgy sokat kell foglalkozni, de mégsem annyit, mint egy gameplay-e, mert mondjuk csinálok én egy 30 perces gameplayt, és akkor na, és akkor azt meg kéne vágni, 10 percre, meg legyen vicces, meg mém, meg stb. Azért az elég nehéz. Az AMV meg olyan, hogy alávágod a zenét, aztán már csak ritmusba kell neki kenni, azért az sokkal egyszerűbb. Higgyétek el. Aki meg persze olyan néz engem, aki tudja, az ő is tudja, hogy akkor nyilvánvalóan ezért nincsen annyi gameplay mostanában. De mivel elég sok megtekintés gyűjt össze bizonyos videókra, ezért arra gondoltam, hogy akkor azokkal is megpróbálkozunk, illetve új játékokat akarok majd behozni. Mivel most én nem fogok 5 játékról megtekintés alapján videókat készíteni, szeretnék több játékot majd bemutatni. Ennyi. Most, ami most úgy frankon eszembe jutott, az ez. Tehát, hogy így... nem tudom, döntsétek el, hogy milyen videókat akartok tőlem látni, mert... most én nem fogok... hát jó, azt igaz megtekintésből is látom, mert az is tulajdonképpen az egy visszajelzés igazából, hogy mennyien kapnak rá. Jó, tudom, hogy a felük csak rákattint, azt el is kattint vissza, hát jó van, de... akkor is legalább látom, hogy... van érdeklődés, és akkor van miért csinálom, nem úgy, mint az, hogy csinálok egy videót, és akkor van rajta két megtekintés hónapokig, és akkor hát jóban mondom, mi a jó istenek csináltam. De hát, mivel tulajdonképpen belevágtam ebbe a YouTube-ozásba, akkor mondom, vegyünk elő pár játékot, mert miért is ne amúgy. Én meg szerintem amúgy megcsináltam az egész területet. Szerintem, és már csak azzal a botkaszával kéne jönni. És akkor már meg is volnánk. Talán. Azért itt még körbe megyek. Ó, nézzétek, csak ott még van. Jó, akkor ezt még lenyírjuk. És azzal talán meg lesz a 98%. És akkor azt az utolsó 1%-ot kéne, mint ahogyan a múltkor is összeszenvedni valahogyan. Hát remélem most összejön, és nem fogok vele 20 percet... szivakodni, mert amúgy nagyon meglepődtem, hogy 40
perces volt az a videó, és megnéztétek. Tehát ez nem tudom, számomra ez nagyon meglepő volt, mert általában mindig csak az ilyen 10-20 perces videókat szoktátok így nézni, mert arra van idő, meg ilyesmi. És így meglepődtem, hogy így egy 40 perces videót megnéztetek, hiába volt ott a premier, mert ugye a premier az olyan, hogy elindítom, van rá 5 perc, mire becsatlakozik mindenki, és akkor vagy nézi, vagy nem. Hát nálam nem nézte senki, de miután lement a premier, utána, nem tudom, iszonyat sokan megnézték. Hát jó, azt nem mondom, hogy iszonyat sokan, de azért egyből volt rajta ilyen 8-9 megtekintés, hát mondom, miért nem a premier közben néztétek volna, sokkal élvezetesebb lett volna, nem mindegy. Jó, tudom, hogy ebbe a belekattintás is benne van, meg az, hogy elkattintok, meg mit tudom én, de hát most jó van. Nem érdekes, és az a lényeg, hogy így egy, nem tudom, 1-2-3 hét után összejött rá a 40 megtekintés. Talán pont most is, most azt hiszem, hát... Jó, hát most ezt mondhatom, hogy most, mert ez a premier úgyis csak... Most jön ki, úgyhogy most itt mondhatom nektek, hogy most, mert ez a videó úgyis egy hét múlva fog kijönni. Mivel én általában a hétköznap videókat nem szoktam felrakni, mert egyrészt nem érek rá, másrészt meg nincs is nagyon időm csinálni, tehát ezt értsétek meg. Ezért szoktam általában shortra pazarolni az időmet, mert ahhoz nem kell annyi idő, mert ott csak fogom 10 másodperc vagy 15, és akkor na lehet, és akkor vannak ötleteim, és akkor azt megcsinálom. Azt a kontrollál volt a másik kameraja. Jó. Na, akkor folytassuk tovább a botkaszagéppel. Nem tudom, hogy ezzel vissza kéne elmenni a platóra, majd meglátjuk. Egyelőre kenjük neki akkor ezzel. Amit még így le lehet nyírni, akkor azt lenyírjuk. Nem tudom, hogy hol lehet amúgy. Valaki van a bokorban. Hú, basszus, csak én érzem azt, hogy ez egy örökké valóság lesz, mire meg lesz, mint ahogyan a múltkor. Na mindegy. Már megint az 1%, megint ezzel tudnak engem megőríteni, amúgy ezért nem szeretek az ilyen játékokkal játszani, amiben 100%-ra kell teljesíteni, mert úgyse fog sikerülni. Nem az a 100%-os típus vagyok, hanem az, hogy le van nyírva, akkor le van nyírva, hát most én azon már mit nyírja? 90% az bőven elég, az tök jó. Na mindegy. Úgy itt azért volt. Ohó, itt is volt még. Nagyon jó, ezzel meg lesz a 90%, és az 5%-kal fognak engem elküldeni sírba, az már most mondom. Szerintem fussunk vele, az hatásosabb. De amúgy most tényleg ezen már mit nyírjak? Hát le van nyírva itt minden. De miért pont 99,5%-ot kérnek tőlem? Miért nem 99-et? Most őszintén. Jó, mert most már kötözködhetünk, de most ez jogos. Ide bejövünk. Na basszus, én ilyen kertes házba lakték, basszus.
Én örülnék neki, érted, ekkora kert. Nem tudom, itt még lehet vala... Ó! Úgy ezekre a szélekre itt nagyon kell figyelni azért. Mert itt... Ugye ide géppel nem lehet bejönni. Ohoho! Na, ez az 1%. Nem hiszem el. De az a bírom, hogy ezek ilyen kis mikrocuccok ezek, tehát hogy... Belekap valahol a gép, és így szevasz. Imádom. Na mindegy. Tehát ezek ilyen kis ilyen kis mini belekapások, és akkor oké, most én... Hát honnan fogom kiszúrni? Na mindegy. Itt is van még. Kicsi. Azt hiszem ide nem lehet bemenni. Hát lenyírom a kertet, vagy mi ez itt... Na mindegy. Amúgy mindjárt letelik az idő, nem tudom, hogy ez valami köze van, ja nem. Ez addig megy, míg nem feje, míg nem lesz meg az a százalék. Azt hittem, hogy Hát de hagyjad már, 30 perc alatt nem lesz, hát ez lehetetlenség, mert mindig az a hülye 0,5%. Basszus, még 0,4% kéne, hát basszus, honnan fogok én olyat vágni? Mert itt látok én itt ilyen fűcsíkokat, hát most oké, de most... Honnan tudjam, hogy az kell. Tehát most nézzek, nézd rá erre a kertre. Látsz egyáltalán olyat, ahol kilóg a sorból a fű? Valaki beordibált a másik szobából. Vagy miből. Lenyesem a fatövét. Kenjük neki. Eléggé furcsa hangok jönnek a szomszédból. Most úgy őszintén amúgy. Basszus, hát legyen már meg, hát itt leszünk holnap reggelig. Na, összegyűjt még egy 10%, te jó ég. Nagyon közel vagyunk. Nem kell sok. Ezzel vegye le az egész videó, érted, hogy itt a szélét izélem. Aha. Itt voltak. Megint elvittem egy virágot, semmi gond. Leviszem itt az egészet, ha kell. Annyi. Ott van. Jó van, na. Úgy. Nem tudom, hogy itt mi lesz már. Jaj, nem jó, mert még ebből is copyrightot kapok, pedig az izém. A saját mix. Oké. Okay. Hát nem hiszem el most már, hát... És de most gondolja bele, hogy még 0,3%-át honnan fogok olyat fingani, csak mondom. Vagy kérdezem, vagy mit tudom én. Hát véletlen volt, bocsi. Jó, nem, csak vicceltem. Na, 0,9, oké. Mindjárt megvan, nem kell sok. Hoppá. De itt a szélén érted, de vágod, ezeknek a szélénvel cseszem el, ugye ide... Ugye ide géppel nem tudok bemenni, ugye? Na mindegy. Mióta vannak tehenei? Na mindegy. Nem értem, most amúgy ez lehet, hogy csak motor.
hogy elmi hirtelen meglódítja magát. Vagy lehet, hogy ez izé. Tehén. Tehát mégis azon gondolkodok, hogy lehet, hogy ez tehén amúgy. De amúgy őszintén, amúgy ez a játék a világ legnagyobb lustasága amúgy az emberiségtől, csak úgy mondom. Már bocsi, hogy így nem akarom, nem a játékot szidom, hanem magát az elképzelés, hogy most gondolj bele. Házhoz mész ki füvet nyírni bérbe. Tehát ez nem olyan, mint nálunk, hogy tudjátok, hogy így izé... Hogy ugye vannak ezek a... Ezek az ilyen... Hogy hívják ezeket? Ezeket a... A közösségért, mit tudom én, dolgozó emberekért, mit tudom én, például olyanok, mint a kukások például, tudjátok, akik izé viszik a szemetet, hogy nem neked kell kivinned a szemetet, hanem ők majd elviszik, tudjátok. Neked csak izé szelektíven kell tartanod. Vagy itt is jönnek, érted az udvarba, lenyírják a füvet, érted. Na most ez az egy más dolog. De basszus, mert ugye most, ugye aki panelban lakik, az most biztos nem fog nekiállni az udvart lenyírni, csak úgy mondom. Azért azt tegyük hozzá. De basszus, akinek családi háza van, nincs semmi dolga, mert látszik, hogy nyár van, nyári szünet. Akkor az mi a jó bánatért nem tud izé lenyírni a füvet? Most tök jó izé izé lenne délutáni ilyen kis tevékenység. Jó, aki mondjuk fűallergiás, azt megértem, mint amilyen én is vagyok, azt megértem. Csak hogy... Aki meg nem az. Az most akkor... Na mindegy. Nem érdekes amúgy. Basszus! Most nézem, nem kéne sok. Amúgy. Tényleg. Mindjárt megvan. Basszus, itt a szélén mindig újra nő a fű. Á! Contract complete. Leave the location. Erről van szó. Kész. Úristen, de sokáig tartott, ezt nem hiszem el. Hogy kell dobni ezt a szart? Össze kell tenni a helyére. Ezzel be kell parkolni. Igen. De már ki van őrítve. Ja. De ugye vagyok, egyesbe kell rakni. Föltulattunk a platóra, figyeld. Úgy. Kiszállunk. És ennyi. Kész. Jobb don. Ennyi. Kész, meg van oldva. És ez 42 perc volt. Bármivel ebből úgyis vágva lesz szerintem, abból biztos ilyen 35 perc, 30 perc lesz. Mindegy, nem érdekes. Hát... Osztorat! Frankon nyújtózkodnom kell. Ó, te! Na srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ez lett volna a Love Moving Simulator második része. Ebben a premierben lenyírtuk ismételten egy idős emberkének a kertjét, Kingsbury House. Tehát azt hiszem Kingsbury-nek a háza. Azt hiszem. Nem tudom, nem biztos, attól függ milyen... Most hogy értelmezi, hogy maga ez a Kingsbury House. Hogy maga ez a neve a teleknek. Vagy a... Vagy magának a tulajdonosnak a neve az, hogy Kingsbury, fogalmam sincs, no, ne értse félre senki se. Hát, lenyírtuk a füvet. De most szerintem amúgy sokkal könnyebb volt, mint az előbb, hiába ugyanannyi idő, mint az előző. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én élveztem ezt a fűnyírást ismételten, bár nem vagyok valami fűrajongó, ugye az allergia miatt ez most nem ide tartozik. Alapvetőleg a játékot azt szeretem. Viszont az allergiám miatt meg nem, úgyhogy ez nekem ez köztes. De attól még játszok vele, hogyha ti ennyire szeretitek, meg szeretjük. Én bármikor játszok vele, következő nézettség vagy megtekintési fokozat az 50 megtekintés lesz. Erre a videóra. Tehát régebben úgy csináltam, hogy összeadjuk és úgy adja ki az 50-et. Nem. Erre a videóra kell most 50 megtekintés, jó? Utána jön a harmadik rész majd. Milyen videók várhatóak a jövőben? Hát srácok, nem akarok spoilerezni, de itt Off Guards and Thieves, PD2, Epic Build Battles, vagy Battle Simulator,
ETS2 gyorsított videó. Tehát itt lesznek dolgok, srácok, csak előtte még várni kell egy kicsit. Lehet, hogy ezek inkább őszi szünetbe fognak kikerülni. Mindegy. Ez még a jövő titka. Én se tudom, hogy még hogyan lesz az iskola miatt. Sortok továbbra is várhatóak. Ugye a névjegyzékemben ott van a menetrendem. Kicsivel megváltozott, mert úgy vesztem észre, hogy vasárnap kevesebben tolják a YouTube-ot. Nyilvánvaló okokból. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mostantól csak pénteken meg szombatonként lesznek shortok vagy videók. Ez attól függ, hogy én mennyire értem rá azon a napon, azon a hétvégén. Meg minden egyéb befolyásolhatja, amit nem fogok elárulni, mert az kicsit személyesebb, semmi gond nem érdekes. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok, találkozunk egy következő videóba, egy következő napon. Na, szevasztok!